Megérkeztünk a recepcióhoz, és itt van egy mosolygós fiatalember, Tóth Krisztián TTK. Mit csinálsz te itt? Hát fogadom a látogatókat, útba igazítom őket. Meglepően módon felnőtt nagy emberek igen elveszetten tudnak viselkedni, hisz az amatőr csillagász is csak ember. Tájékoztatik el őket mindenféle apróságról, elmeséli nekik, hogy mik várhatóak itt. És megmondom őszintén, hogy van egy kis ilyen önző dolog is abban, hogy bevállaltam ezt. Így biztosan mindenkivel találkozok, és legalább egy készfogás erejéig lehet beszélgetni velük. Mert a tábor az kellőképpen nagy, valljuk be őszintén, az embernek ritkán van arra alkalma, hogy minden egyes régi ismerőst felkeressen, és csak legalább röviden egy-két szót váltson. Így meg amíg várakoznak, sorra kerülnek, addig lehet egy-két szót váltani, lehet beszélgetni velük. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy az önkéntességben egy pici önzés ott bujkál. Hogy bírod a meleget? Nagyon-nagyon rosszul, de hát erre meg azt tudom mondani, hogy nyár van. A nyár az mindig borzasztóan meleg. Én olyan 20 és 25 fok között működök optimálisan. Valahogy megpróbálom túlélni. Hányan recepciósok még itt a pultnál? Gyorsan összeszámolom. 1, 2, 3. Hát ugye egy olyan 5 ember úgy nagyjából mindig jelen szokott lenni. Folyamatosan váltjuk egymást, tehát azért ez is segít a melegnek az elviselésében, hogy nem ülünk folyamatosan itt, illetve hát próbáljuk áttelepíteni, mindig árnyékot keresünk és ott üldögélünk. Amikor üres járat van, akkor pedig sztorizgatunk a régi dolgokról, bár Attila ugye azt mondta, hogy fiatal ember, annyira azért már nem fiatal, úgyhogy van bőven frankó régi emlék, amiken el lehet egy kicsit sztorizgatni és újra-újra nevetni rajta. Még akkor is, ha annak idején egy-kettőn sírtunk, úgy utólag már minden szép. Tudsz nekem mondani egy létszámot? A létszám az körülbelül 300, de teljesen meglepő volt az, hogy már pénteken gyakorlatilag többen érkeztek, mint az előző években. Igen, népes számúan vagyunk jelen, és ami engem személy szerint meglepett, és arra sarkalt, hogy jövőre gyermekeimet is elhozzam, de legalábbis az idősebbeket, hogy idén igen sok gyerek van, és látom, hogy folyik a bandázás. Tehát mondjuk úgy, hogy tudok amatőr csillagászattal foglalkozni, nem kell a gyerekeket felügyelni, mint otthon. Az volt az alapkoncepció a távcső megépítésekor, hogy szinte csak újrahasznosított anyagokból építsen fel a távcsövet, és a végeredmény ne hasonlítson egyetlen távcsőhöz sem, valamint nagyon kis helyen elférjen, mert nekünk mindig gondot okoz, amikor jönni kell valamilyen csillagász táborba, vagy esetleg kirándulunk, hogy a hosszú tubus nem nagyon tudjuk elhelyezni a csomagtartóba úgy, hogy az összes többi cuccunk elférjen, valamint házunktól pár kilométerre, egy-két kilométerre nagyszerű észlelő hely van, és azt gyalogosan is meg lehet tenni, tehát egy viszonylag nagy teljesítményű, de nagyon kis helyen elférő távcsövet próbálok csinálni évek óta. Ennek több kísérleti példányát már hoztam ide Tarjánba, de nem igazán sikerült olyan szempontból, hogy nagyon sok csavarral kellett összerakni, ez bonyolult volt, és esetleg ha sötétbe települ ki az ember, akkor ez szinte lehetetlen megcsinálni, úgyhogy ne hagyjunk el csavarokat. Szerettem volna egy olyan távcsövet, tehát mint ezek a nagyszerű sátrak, hogy megérkezik az ember, csak kidobja az észlelőlétre, és már lehet is észlelni. Na, ilyen távcsövet nem sikerült az idén sem építeni, de sikerült ezeknek a csavaroknak a számát csökkenteni. Hát akkor összeraknám a távcsövet, én is izgalommal várom, mert egy hete, hogy becsomagoltam, ez még azóta úgy van a dobozban, hát remélem benne van minden. És majd az összerakott távcsőnél elmagyarázom, hogy milyen újrahasznosított anyagokat sikerült felhasználni magához a távcsőhöz. Hol nyílik? Itt nyílik. Van egy nagyszerű nyitó szerkezet rajta, ezt drótnak hívják, vagy záró szerkezet. Ha ezt kivesszük, akkor ilyen kincses ládika formájában ki lehet nyitni a dobozt, amiben elfér minden, az ókulárkészlettől kezdve maga a távcső. Hát ettől kisebb helyre nem sikerült a távcsőt beszuszakolni, és ebben, ha minden igaz, benne van minden. És azonnal fel is tehetjük, az értékeket meg majd visszarakjuk. Hát megpróbálom összerakni, ahhoz még sajnos két külön ilyen hordozható állványra szükség volt, ez nem fér bele a dobozba, pedig az volt eredetileg a tervem, hogy minden férjen bele a dobozba. Hát ha minden igaz, ez az első elem, remélem össze tudom rakni. Jó magam is a távcsövet, hanem akkor majd segítek nekem. Nagyon könnyen fordul maga a távcső,
így is, meg így is. Ezt már lehet látni, hogy ilyen teflon, meg hasonló technológiákat abszolút nélkülöztem. PET kupakból, ilyen PET palackos kupakból, mint a legjobb újrahasznosítható anyagból van megcsinálva ez a csúszásos része magának a távcsőnek. Nagyon nagy előnye, hogy színét lehet változtatni, attól függően, hogy milyen ásványvizet szokott inni az ember, vagy milyen gyümölcslevet. De ez most narancssárga. És amit a szem nem lát, az alján is a nagyobb méretű, de felemelem. Már csak azért is felemelem, hogy mennyire könnyű az egész. Tehát az alján is ilyen ütköző gyanánt ott van a PET kupak. És akkor megpróbálom összerakni, ez az első, a first day, az ráadásul éjszaka történt az Zemplénben, és megmondom őszintén, kellemes meglepetésért, mert sikerült összeraknom azonnal magát a távcsövet. Ehhez két csavart mindenképpen ki kell innen oldani, mert az optika védelme a legnehezebb, amit meg kell oldani. És hogy ne hagyjam el a csavarokat, egy nagyon erős mágnes van ide rögzítve. És a kis csavaros technológiának innen vége is szakad. Ha ez sötétbe sikerül kiküszöbölni, hogy nem hagyom el, akkor már nyert ügyen van tulajdonképpen. Mert utána már könnyebb összepakolni, legalábbis remélem. Elméletileg megvan minden jelölve. Most tényleg izgatott vagyok, alig találom a csavarmenetet. Biztassátok már! Na, ezt sötétbe becsukott szemmel is meg tudom csinálni. Ez lehet, hogy az a baj, igen. Hát ha minden igaz, ez lesz az eleje. Igen, és akkor a távcső nagy része már készen is van. Még egy másik merevítőt kell a helyére rakni, és szinte azonnal használható. Már ezt összeraktam volna, előkészítettem volna. Sajnos egy ellensúlyt muszáj volt beiktatni, mert a zenit környékén, vagyis a horizont környékén, mint minden dobzon távcső nehezen viselkedik, tehát a horizont és a zenit környékén elég nehéz stabilizálni magát a távcsövet, de a legnagyobb tartományban teljesen stabilan fog viselkedni. Nyilván úgy van kialakítva minden, hogy igen, ezért jó a sötét, mert ott megtalálom, de nem jó, János, már én csinálom, köszi. Ó, benne van ez. Tehát négy csavart, ha sikerül eltalálni. Ez fényes nappal könnyebb, de a sötétben, hát lámpa mellett talán nehezebb, vagy könnyebb. Igen, ha ezeket rögzítettük, akkor minden a helyén van, és működőképes, teljesen működőképes a távcső. Hol a tükör? Ja, hát a tükör, igen, igen. A segédtükör az ugye látható, és a főtükör az itt van benne, az is a helyén van. Ha tudtam volna, hogy most jöttök, akkor összerakom gyorsan az okulár kihúzatot, mert annak a kihúzat része most nincs benne, de hát az már nem is fog bekerülni, tehát abszolút könnyedén mozog, sőt túl könnyedén, olyan szempontból, hogy horizont környékén már lefelé, ugye zenit környékén pedig inkább már felfelé, de egy nagyon ötletes szerkezettel, egy fékkel ezt is kiküszöböltem. Ez egy abszolút egyedi találmány. Ezt ha ide berakjuk a helyére,
akkor kifelé feszíti ezeket a csúszó talpakat, és rögtön szorosabb a mozgás, és most már nem fog billenni, sőt olyan szorossá lehet tenni, hogy nem is nagyon megy benne, tehát lazítani kell rajta. Hát ezt be kell finoman szépen szabályozni. Most a mozgatása vízszintesen annyira puhán és könnyedén megy, ez egy teljesen egyedi technológia. Több éves kísérletezés során jöttem rá, hogy mi az az anyag, amivel akadálymentesen fog csúszni, és ezt sajnos nem árulhatom el. Ez egy 10 éves egyszerű hintőpor. Semmi más anyagon nem csúszik ennyire könnyen, mindegyiken akad, de a hintőporon abszolút akadálymentesen csúszik, hogyha valakit érdekel. Hát ki lehet próbálni, lehet... Ja, a kereső persze. A kereső is újrahasznosított anyag. És na, akkor elmondanám, hogy mi mindent sikerült újrahasznosítani. Maga a szekrény rész, illetve a tartó rész, az egy régi kidobott szekrényből lett, teljesen precíz KDF technológiával, vagyis kézi dekopír fűrész technológiával kivágva. A mozgató résznek a tartó része az valami régi alumínium asztalláb. Látható, hogy egy mosógépnek a tárcsája az, amin mozog az egész. A tetőről leszerelt régi antennából van a tartó, és egyéb más. Mennyi a költsége ennek a távcsőnek? Ja, természetesen a tükör a saját készítésű. 5 évvel ezelőtt Arjánban lett itt csiszolva, illetve a csiszolás megkezdve, és akkor úgy lett befejezve. Mennyi a költsége? Mármint a nullához képest? Hát abszolút nulla. Ez csak munka. Munka van benne. Az azért nem kevés, de maga a költsége, igen, a keresőről mindenképpen szót kell ejteni. Az mindenki láthatja, hogy egy elemlámpa volt, és akkor az lett átalakítva keresőnek. A gyári keresővel semmit nem találok meg, ezzel pedig mindent rögtön meg lehet találni. Hát ha valakinek van kedve, akkor kipróbálhatja a mozgatását, hogy mennyire stabil. Csak a féket akkor kiengedem. Amikor nem távcsövet készítesz, akkor mit ténykedsz? Mi a szakmád? Hát eredetileg én pedagógus vagyok, az eredeti végzettségem az földrajz rajzszak, de 3 éve fejlesztő pedagógusként dolgozom Nyírbátorban. Elvégeztem hozzá a megfelelő végzettséget, szakvizsgával is rendelkezem hozzá, és még úgy néz ki, hogy még további lehetőségek is vannak ez irányban, hogy a pedagógus pályán minél magasabb végzettséget tudjak szerezni, és akkor az élethosszig tartó tanulás az teljes mértékben kielégítésre kerül. Újvárosi Antalnál vagyunk, egy eléggé különös megjelenésű távcsövet láthatunk. Mi ez, amit kiáll belőle ez a pálcika? Hát ez tulajdonképpen egy finom mozgató, illetve egyszerű mechanikus követőberendezés. Hát mint látjátok, ez egy nagyon egyszerű fából készült dobzon távcső, életem első önállóan összerakott távcsöve, ezért értékes számomra. Én magam csiszoltam, a végső polírozást Berente Béla végezte. 150x650 mm-es maga az optika, nagyon fényerős, és különösen ugye mély objektumok, üstökösök megfigyelésére szoktam használni. Most a követő berendezésről annyit kell tudni, hogy ezt a követési rendszert a Távcsővilága 1941-es számában ki is nyomtattam. Dr. Kulin György már leírta a 143. oldalon, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt a rendszert, ezt a követési rendszert a 19. század végétől már refraktorok mozgatására használták, aminek az a lényege, hogy a távcső alaplapját meg kell egy picit hosszabbítani. És itt egy olyan háromszöget képezünk, hogy a dobzonzsámolj forgás tengelye, a tubus forgás tengelye, és itt egy forgáspont alkot egy háromszöget nekünk, és a háromszögnek ez a szöge, a forgáspont és az optikai tengelyen átmenő szög, az egy olyan virtuális tengely, amely a pólusra mutat. Gyakorlatilag ez a szög megfelel a földrajzi szélességünknek. Na most én ezt úgy készítettem el, hogy ezzel a kis csövecskével, ha előre-hátra mozgatom, akkor
36 mm állításával a zempléntől bajáig mindenhol be lehet állítani a megfelelő földrajzi szélességre, és mindenhol előáll az a ekvatoriális követés, ami a megfigyelésekhez, és a bemutatásokhoz szükséges. Nyilvánvaló egy tömeges bemutatásnál nagyon fontos az, hogy sorbálnak az emberek, és nem kell mind a két tengelyen utána állítani, hanem elég elmozdítani a kényszerpályán a tubust, és akkor megmarad a látómezőben a beállított égi objektum. Ennyit az elvről. És akkor most mutatnám meg azt a társadalmat, amit erre az alkalomra készítettem el. És akkor itt az a távcső, amit erre az alkalomra hoztál. Mit tud? Ennek a követési rendszere gyakorlatilag ugyanaz. Egy IKEA szobainas tartólába, amelynek ugye a magassága állítható, szolgálja a követés lényegét. Itt gyakorlatilag ugyanúgy előáll az a háromszög, a forgáspont, a másik forgáspont és a harmadik forgáspont kiadja azt a háromszöget, amelynek ebben a pontjában kell képezni azt a virtuális tengelyt, amely az égi pólusra mutat. Most már értitek a működés lényegét. Tekintettel arra, hogy ez egy 145x1610 mm-es Newton távcső, nem akartam nagy robusztus tubust építeni, és mivel az egyik barátomtól kaptam egy kitört fotó háromlábat, ez motivált arra, hogy egy flex tubust építsek, tehát ez összecsukható egy 75 cm hosszúságúra. Ezáltal könnyebben szállítható. Történet másik fontos eleme, hogy potom jelképes áron egyik ismerősünk, nem tudom, hogy a reklámhelye, Lázár József egyszer meghirdetett egy dedikált Kulin György tükröt, most ez az, a hátulján ceruzával most is ott olvasható Kulin György aláírása. És erősen megkopott volt az alumínium felület rajta, és így döntöttem el, hogy leoldom, lemaratom, és naptávcső készül majd belőle. Tehát a főtükör az nincs ellátva alumínium réteggel, a segédtükör szerepét, az egy méretes prizma, egy 45 mm széles prizma látja el, amelynek az átfogó lapjáról verődik az okulár kihúzatba a fény. Na most, hogy még bonyolultabb legyen a dolog, az okulár kihúzatból kilépő fény útjába 57 fokos szögbe építettem egy úgynevezett polarizátor készüléket, nagyképűen nevezhetjük annak, aminek az a lényege, hogy a szintén alumíniumozatlan síktükörről tovább haladó fény az már poláros. Na most az okulárba, ha belecsavarozunk egy polárszűrőt, az okulár forgatásával a kép fényerejét tudjuk szabályozni, és ezáltal teljesen biztonságos a napmegfigyelés. Hát akkor most nincs más hátra, hogy keressük meg a segédtükör árnyékát a főtükrön, és akkor elvileg a napképe ott lesz az okulárba. Hogy mennyire volt pontos a északi pólusra állásom nappal, az kiderül, hát benne van a látómezőben, de nem teljesen középen, úgyhogy engedelmetekkel én ezt most beállítom középre, és akkor kényelmesen meg lehet tekinteni. Hát azt hiszem, hogy a Kulin emlékév alkalmából, hiszen a csillagászati táborunk egyik mottoja volt, hogy Kulin György 110, és egy kicsit így módon szerettem volna emléket állítani. Ott egy folt. Sőt, van egy összetettebb folt is, csak be kell valószínűleg neked élesíteni. Uh-huh. Egy Cassiopeia alakú foltcsoport van fenn. Fogjam meg? Nem, köszönöm. Dolgozzál. Hogy próbálják rá élesíteni, mert lehet, hogy már most el is állítódott itt a nagy hőségbe egy picit a fókusz, a felső peremen. Nem. Én csak mikrofonálvány vagyok. És nem tudom a te szemed mennyire éles, de akkor a magányos foltól fölfele, ha belepillantasz, akkor ott van egy majdnem Cassiopeia alakú foltcsoport. Fölfele. Köszi. Hát ide még kell tennem egy lezáró lemezt, ugyanis ez szerda estére készült el,
és akkor még nem volt okulárba csavarható polárszűrőm, úgyhogy egy fotóobjektív szűrőjét így tartottam be a fényútba, és azzal próbáltam ki, hogy működik. Működött, itt pedig vásároltam egy kétszoros polárszűrőt, úgyhogy most már gyakorlatilag teljes a naptárcsövem. Még egy gondolat, hogy természetesen le kell súlyozni a tubusnak a főtükör felüli oldalát, hiszen alacsonyabb állásoknál, ahogy azt az előtávcsőnél is láttuk, tehát ha túlságosan közel kerülünk a horizonthoz, akkor a súlypontja áttevődik a tubusnak, úgyhogy mindenképpen le kell terhelni. A legjobb egyébként, ha ott egy súlyt helyezünk el. És akkor visszaállítottuk a napot, pukkantsatok bele. Na, pukkantsok be valakit. Ha nincs teljesen benne, akkor itt ezt a fehér fát arra drasztikusan meg kell mozdítani, és akkor lehet látni. Nem tudom, hogy éles-e ez így most neked. Nem. Segítek. Hány gyöktő a szemüvegedben? Három. De lefele van kérdő? Tipikus kanyartávcső. Most jobb egyébként, ha látok rá a fókat. Kb. Szerintem a legegyszerűbb, ha mindenki magának. Egy dologra kell vigyázni, hogy ugye mivel a prizma átfogójáról verődik vissza a fény, 25%-a, a többi az kijön megtörve, és itt képez egy spektrumot, de egész kemény infravörös sugárzás is kijön rajta, tehát vigyázni kell, hogy ne legyen az útjába senki. Most itt ilyen apró foltok van. Igen, viszonylag. Nem olyan aktív. Viszonylag kicsit. Megkeresettük a spektrumot, hogyha... Egy dolog majdnem kimaradt a felsorolásból. A Dobson-Zsámoly függőleges tengelyének a mozgatását egy bakelit lemez segíti. Ha megnézitek, ott egy kör alakú lemez van ugye a Dobson-Zsámoly alján. Ez a bakelit lemez három darab kis teflon párnán csúszik, és rendkívül finom mozgást eredményez. Himnusz. A Szovjetunió himnusza Internacionale, Divs induló, Nász induló, az is van. Gyász induló, munkás gyász induló, dolgozni kell, bölcsődal. Melyiket adjuk elő? Cinder Gábor, Szárliget? Szárligetről jöttél és hoztad el a dobozaidat. Mi van ebben a dobozban? Hát mondhatnám, hogy semmi, de ez így nem igaz. Ez a Camera Obscura optikai és fizikai jelenség demonstrációs doboza. Ugye ezen alapszik a fotózás igen régóta. Tudtommal már időszámításunk után 900-ban az araboktól is van feljegyzés róla, de valójában 1839-től jegyzik ezt legjobban, ahol is a fotózás alapjai keltesztek így. Van benne itt az elején egy lyuk, egy nagyon pici 1 mm-es lyuk, és egy olyan 7 cm, 8 cm után van benne egy pauz papír elhelyezve, amire a lyukon keresztül, ugye a fekete, sötét dobozban bent kivetül a tájkép, illetve a napnak a képe adott esetben. Hát ezen alapszik ugye a többek által kedvelt Solargraph kameráknak a mechanizmusa is. Hogyan kell használni ezt az alkalmatosságot? Ez egy furfangos dolog, ezt fejre kell venni, úgy a legcélszerűbb. Ez egy alkalommal jutott eszünkbe, hogy milyen jó lenne egy ilyet csinálni, csak akkor még az volt a terv, hogy egy nagy, egy ilyen ládát csinálunk, amiből be lehet állni, csak aztán rájöttünk, hogy mobilon sokkal használatosabb, sokkal jobban érzékelhető a táj meg a nap vele. Hát rá kell venni a fejre. Valaki egy vállalkozó kedvűt, hogyha megkérünk, akkor... Esetleg te is értesz hozzá? Hát segítek, de hát nyilván. Vegyem én a fejemre? Úgy gondoltam, igen. Klassz, jó. Nagyon kis, finom 150-es szögál ki belőle. Így van, és pusztán ennyi. De nem arra van a nap. Ez valamerre. Arra. Így van, már látom is. Így. Most kell kizsebelni. És hát az embernek a szeme, hogy hozzászokik, adoptálódik hozzá, hogy gyakorlatilag a táj is szépen kirajzolódik benne.
elhisszük. Van jelentkező, aki magára húzza a dobozt? Ez egyébként a második prototípusunk, amit csináltam. És hát különböző változtatások. És különböző változtatások léptek érvénybe közben, mi amlatt csinálgattuk. Leginkább az árnyékolás véget, hogy minél sötétebb legyen oda bent, minél jobban érzékelhető legyen a külvilág gyakorlatilag. Az is fontos ott, hogy kényelmes legyen, azért van ez a dobzon zsámújra emlékeztető alak, és hogy így a vállon szépen nyugszik, illetve polifóm ráté, vagy kényelmes legyen. Gyerekek is már egy kipróbálták a táborba, illetőleg már vittem máshol is a saját klubunkban, megmutattam már, úgyhogy elég sokan látták már. És akik aláírták, ők már felhúzták a fejükre? Így van. Mindez összes aláírás itt a táborba keletkezett, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki eddig megnézte és dedikálta. Fölismerhetőek az alakok és teljesen jó képek, pedig idő után nagy adaptálódott az ember szemmel. Akkor kezdjük előre, és mikrofonban légy kedvesen is. Felismerhetőek alakok. Tehát felismerhetőek az alakok, a fák kontúrjai, tehát egy idő után, hogyha a szem megszokta a kevés fényt, akkor egy teljesen jó képalkotású rendszer. Írd alá! Lenyűgöző. Mit tudsz még nekünk mutatni ezen kívül? Mert látom, itt a kiállításon van még egy kis letolható tetős csillagvizsgáló is. Ez a mikrofon. Ez a saját csillagvizsgálom Szárligeten, és annak a makettjét készítettem el, még azt hiszem tavaly. És hát nagy érdemű megtekinteti. Menjünk oda, aztán nézzük meg. Végül árnyékba. Szigorúan. Aha. BS, mint sör. Igen, azért egyébként, mert hogy a Milky Way az ugye a tejútrendszer. A Beer Way, az pedig a sörútrendszer, a Beer Way System, és ezért lett BS csillag, de tulajdonképpen sokan nem tudják, de ez valóban így van, úgyhogy nem véletlenül van ott az a finom, löttyenő korsó sör a Molinón. Szárléket az olyan 10-20 kilométer ide? Így van, roppant közel van, hál' Istennek, úgyhogy mi nagyon örülünk nekem, amikor Tarjánba kerülni a táborba. Mit van még? Talán a... Hát bocs. Mit van még? Ez talán ugyanaz, nem talán, ez konkrétan ugyanaz, mint amit az előfejre próbáltunk, csak az a fotografikus verziója. Ebbe ugyanaz a dolog van benne. Ez egy prizmasínes megoldással rátehető egy valamilyen azimutális mechanikára, belül teljesen ugyanaz, és ide be lehet dugni fényképezőgépet, és lehet fényképezni vele. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy... Sötét ügyek ezek nagyon. Hogyne? Hó, szuper! Mit látsz? Fejen álló fákat. De hát azt kell látnom. Zseniál. Tartsd, légy szíves, elmegyek messzire, és megpróbálok így beleközelíteni így az arcodról. Egy ilyen bevarióval. Napot.
Igen. Ez egy 200/1004-es Newton távcső lenne, cső nélkül. Tehát tubus hiányzik egy az egybe, csak ezen az aluprofilon áll az egész optikai rendszer. Ez az egy árnyékolás van rajt, ez nagyjából elég is hozzá. Hát napmegfigyelésre miatt nyilván nem jó, de éjszaka nem zavaró, tehát semmi tükröződés nincsen. Ezt a lézert ezt csak a pólusra állásról használom. Este, amikor kiteszem a távcsövet, pólusra kell vele állni. Ezt segíti ez a készülék, ez AutoCAD-be lett kiszerkesztve, ha ezt lelazítom, és ide ütközésig lehúzom, akkor az optikai tengely párhuzamos lesz a forgás tengellyel. Utána az elektronikából kiválasztom a pólusra állás menüpontot, nyomok rajta egy reszetet, utána ezt vissza lehet állítani az eredeti helyére. Szépen beforgatom a sarkcsillag irányába ennek a segítségével, utána a három lábon beállítom a pólust. Ezzel a pólusra állás az megvan, utána még kell egy referencia csillag. Ezt menüből lehet, menüből lehet kiválasztani, ebben még csak négy csillagot égettem be, mert fölösleges több, tehát általában úgyis a Vegát használom. Ráállok a Vegára, szintén egy újraindítás, és akkor onnétól kezdve a Vegának a koordinátáit fogja vinni tovább. Az, hogy miért csak négy csillagot írtam bele, az idei évnek az volt a fejlesztése, hogy a vezérlő egy kis Bluetooth modulon keresztül a számítógéppel összeköttetésben van, és a Stellariumon keresztül tudom vezérelni az egész távcsövet. Úgy írtam meg a kommunikációt, hogy a Celestron ezt egy, a Stellarium ezt egy Celestron típusú távcsőként látja, és azzal kompatibilis az egész vezérlése. A pozíciót a Stencoderekkel mérem, két darab Zeiss encoder van rajta, ez 4096-os leosztást ad, a mozgatást az pedig léptető motorok végzik. Bordás szíjas áttétel van rajta, úgyhogy holtjátéka szinte egyáltalán nincs. Amint elindítom, már egy-két lépés már megjelenik a képben. 15-ös mikrolépéssel működik, tehát a 200-as lépésszámot még 15-tel leossza. Azon van még egy 7,2-szeres szíjátétel és egy 100-szoros dőskerekes hajtás. Úgyhogy a dőskerekes hajtás miatt holtjátéka szintén nincsen. A vezérlő a saját gyártmány, ez a központi vezérlő működteti a motorokat, a motorok meghajtása is rá van építve, és ez fogadja a jeleket a jeladóból. Van rajta egy kis 20 karakteres kijelző, ezt a kijelzőt igazából működés során nem szükséges használni, ezen csak a motorok adatait látom meg, az encoderek adatait, használathoz nem szükséges, ezért úgy van megírva a program, hogy amikor este elkezdem az észlelést, akkor a háttérvilágítást le is kapcsolom róla, hogy ne zavarjon itt nekem. Szíves, hogy ott beszéljél, jó? Mert tükörben látlak. Így jó? Igen. Az egésznek a vezérlését egy érintőképernyős vezérlés adja, mind a kettőben PIC mikrokontroller van, C-ben megírt program alapján többszintű menürendszer, segíti a pólusra állást, segíti a referencia csillagok kiválasztását és a működtetést. Kétféle sebességbe lehet működtetni, az egyikben maximum 50-szeres csillagsebesség, ami állítható, tehát 1-től 50-ig be tudom állítani, és a gyorsulás is külön beállítható. A másikba két darab ilyen, mintha a régi rádiókon volt ez a tolópótméter, azt utánozza a képen. Ahogy húzom az ujjamat rajta, annak a sebességnek megfelelően megy a távcső, ez 200-szoros csillagsebességig megy. Amikor a Stellariumról használom a Gotó funkciót, akkor is a 200-szoros csillagsebességgel indul el, és ahogy közelít rá a célpont előtt lelassít, és pont a célon áll meg. Ma maximum egy lépést, tehát az encodernek az egy leosztását téved a ráállásnál. Hát ez az egy teljes körnek a 4096-oda. De az sem mindig, időnként előfordul, hogy egy lépéssel odébb áll meg. Ilyenkor nappal sajnos nem igen látni a kijelzőt, mert úgy lett megszerkesztve a kép, hogy ez éjszaka legyen jó. Hát most igazából semmi se látszik rajta, de hogyha le van árnyékolva, akkor azért látszik. Majd lehet, hogy jövőre csinálok egy nappali képet, meg egy éjszakait, de mivel nappal úgyse használom, ezért eddig ezzel nem nagyon foglalkoztam. Nem félsz, hogy belesik a cokulára fő tükörbe?
Hát még nem esett bele. Az persze nem azt jelenti, hogy nem is fog, de eddig még nem volt ilyen malőr. Ennyi. Köszönjük a bemutatót. Hát ez... Évek. Ez a tápcső nem egyszerre így épült meg, ahogy most van. Ennek volt már, hát nagyjából 20 éve kezdtem el ezt. Az eredeti változatok nem is hasonlítottak a mostanira. Volt már csigakerekes áttételezés is. Kezdetben dobzonszerűen működött. De ez, hogy nincsen cső, ez már az első verzióban is így működött. Aztán utána szerettem volna finomállítást. Először rólós finomállítás volt, utána lett csigás. A csigás nem vált be, mert nagy lett a holtjátéka neki. Utána tértem át erre. És utána jött akkor ez az igény, hogy akkor legyen már egy kicsit intelligens a rendszer. Először csak léptető motorok, aztán enkóderek. Először ilyen kézi kulcstartóból csinált vezérléssel működtettem. Aztán utána a következő fejlesztés az érintőképernyős változat volt. Minden évben van valami újítás. Az idei év az volt, hogy a stelláriummal együtt tud működni a távcső. Amit kezdtem mondani, hogy csak 4 csillagot írtam bele referenciának, azért bőven elég a 4 csillag, ugyanis úgy van megcsinálva, ha itt egy kapcsolót átkapcsolok, akkor a stelláriumból kiküldött gotó koordinátákra nem elindul a távcső, hanem referenciaként fogja értékelni. Tehát bármelyik csillagra ezt ráfordítom, utána a stelláriumban azt mondom, hogy menj oda, ugye ez nyilván már ott van, akkor ez fel fogja venni a koordinátáit. Tehát bármelyik objektum, ami a stelláriumban szerepel, az lehet referencia. Nem csak csillag, akár a nap is lehet. Tehát mi, ahogy most ez pólusra van állva, ha most ráfordítanám a napra, és a stelláriumból annak a koordinátáit kiküldeném, akkor onnétól kezdve akár a nappal égen meg lehetne találni vele bolygókat. Ez nem egy házi készítésű távcső, illetve az csak egy nagyon nagy méretű házban, gyárban készült. Prohászka Szanisztó büszke tulajdonosa ennek az új távcsőnek. Mit tud? Ezzel a távcsővel, ez egy 80x600-as Orion apokromát, és nem olyan régen vettem hozzá egy AZ Gotót állványt, és ezt itt kipróbáltam, beállítottam, és egész szépen működik, tehát halvány objektumokat is lehet vele nézni. Például az este viszonylag rossz égen sikerült a Helix ködöt is megtalálni vele. Hát mondtam is, hogy elég szép nagy volt a 25-ös okulárba, szép nagy halvány, de az enyém volt. Tehát hiába vannak nagy távcsövek, de az ember a sajátjával is szeret fotózni. Van hozzá akkumulátorom, ami viszont egy elég érdekes történet volt, mert autostoppal mentem el az akkumulátorokért. Vettem hozzá 2 akkumulátort elég olcsón, ami most itt nincs, táskában van, és el kellett menni érte, és autostoppal majdnem 500 kilométert tettem meg. De valamikor nem stoppal közlekedsz? Hát az elég ritka, amikor nem stoppal közlekedek. Én már így vonulok be a történelembe. Stopposként. Ez egy hátizsákos távcső, igaz? Hát hátizsákba kicsit nehéz beleaplikálva, mert ennek tehát olyan a fókusza, mint a Skywatcher 80x600-as, van hozzá egy doboz, egy holtáska, de meg lehet oldani egyébként, volt mikor úgy vittem, hogy ha kellett, egy nagyobb váltáskába belebugyoláltam polifommatracba, és úgy tettem el, tehát meg kibéleltem szivacsal, és úgy tettem bele a távcsövet. Viszont ezt még majd valahogy meg kell oldanom, hogy hát nem olyan könnyű, tehát stoppal kicsit nehéz cipelni, de azért kisebb távolságokra megoldható, hogy kitelepüljek vele. Hát ugye az akkumulátorok, a 2 aksi, hogyha tartalékot is viszek, akkor több mint 5 kiló, tehát az is eléggé nehéz, de megoldható az utazás. Ha települsz, akkor hová? Hát lenne egy tervem, hogy hova települnék, kicsit messze, a Pireneusokba mennék el autostoppal. Mert ott láttam nagyon szép égboltot egyszer, amikor ott jártam, és jó lenne ismét kijutni, de akár az Alföld, akár mondjuk 50 kilométerre távol a Budapesttől, ahol már jobb az ég, oda is kimegyek szívesen vele. Akár Alföld, akár Pireneusok, sok örömöt kívánok ez a távcsőhöz. Köszönöm szépen. Szervusz Attila, Pongrácz Sándor, hogy az EGRI csillagászok szakcsoporttól jöttem, a holt szakosztályt erősítem, és most egy saját készítésű bordás széjhajtású pajtaajtó mechanikát szeretnék nektek megmutatni.
Hát ez a pajta ajtómechanika, ez régi ilyen fénymásolt rajzokból sikerült megtudni azt, hogy hogyan működik. Egy átmérő hatos menetes szár a lelke a dolognak, ami egy meghatározott távolságról egy fordulatot téve pont az égi ekliptikát szépen körbeforgatja. A pólusra állás előtt, ugye, mert azt mondjuk, hogy régen, amikor az apollósok leszálltak a Holdra, akkor egy zsebszámológép méretű, kapacitású eszközzel szálltak le a pályán. Mi meg mire használjuk az okos telefonjunkat? Csirkéket dobálunk disznókra. De mi most arra használjuk, hogy ezt a készüléket ide ráhelyezve a három darab csavarnak a segítségével, a három darab csavar segítségével szépen be ki lehet vízszintezni a rendszert. Szépen ki lehet vízszintbe állítani a rendszert. Ha a vízszint megvan, akkor bekapcsoljuk a lézerpointert, amely a lézerpointer, ha rámutat a sarcsillagra, akkor egy picit állítunk rajta, és akkor pólusra vagyunk állva. A mechanikának ezt a tengelyét már, mivel hogy én nem tervezem azt, hogy másik bolygóra vagy másik országra megyek észre, ez pontosan 49,5 fokra van megdöntve, szintén a mobiltelefon szögmérő alkalmazása segítségével, és akkor gyönyörűen megtörtént a pólusraállást, beállítjuk a fényképezőgépen, hogy mit akarunk éppen fotózni, és fogjuk, bekapcsoljuk a rendszert, és ez szépen elkezdi követni az égi ekliptikát, és a bordásszíj hajtás segítségével rezgésmentesen történik az átvitele a dolgoknak, és így megtörténik a fotónak az elkészítése. Hogyha ide ránézünk, még a minimális rezgések csillapítására egy gumiszalag található a saját esztergált alumínium tárcsán, ami a forgató nyomatékot viszi át a rendszer, ugye a legkisebb rezgéseket is sikerült a rendszerből kiszűrni. A bordásszíj az egy tintasugaras nyomtatóból származik, a hajtóműház pedig egy delfin alakú örökmozgó egységből lett kiszuperálva, amit még anno barátnőmtől, most már feleségemtől kaptam, talán az első születésnapom alkalmából, úgyhogy ilyen jó funkciót szolgál. Zselizből, mindenhonnan nagyon szép fotókat lehet vele készíteni. A rendszernek a gátja egyelőre a Pentax fényképezőgépnek a Sony CCD chipje, ő fél perc után elkezd színeződni, de egyperces fotókon is fekete-fehérbe gyönyörűen jönnek az égi alakzatok. A teherbírása a rendszernek még elbír egy 85 mm-es optikát, avval már egészen szépen rá lehet közelíteni a finom objektumokra, és lehet vele szépen dolgozni. Ismét egy pajta ajtó mellé telepettünk le, ez Lacik Zoltán, nagyrédei amatőrtársunk alkotása. Mesélj róla nekünk. Üdvözlök mindenkit. Egyedi ötlet alapján született műanyag hulladékból lett kibarkácsolva, egy amerikai távrajz alapján készült, megadott méretek voltak, csak át kellett számítani ugye a európai mértékegységekre. Egy 1,6 RPM-es sima DC motor van rajta, egy LQ5-nek, a régi LQ5-nek a fogaskeréksora, és szépen ív mentén meghajtott menetes szárral fordul. Ugye látszik is, hogy nincs benne akadás, teljesen szépen körbeviszi az egészet. Ugye egy menetet emelkedik egy perc alatt, így teljesen jól követi az égboltot is. Ez a kis tartószerkezet csak a tábor miatt készült, hogy mégis valahogy pólusra tudjam állítani, úgy nagyjából, mert még hiányzik innen ugye a lézer, vagy egy kis keresőtávcső. A kijelző látszik egy felvétel, amit ezzel készítettünk, de csak úgy, hogy le volt téve az asztalra, és akkor hogy látszik, hogy azért relatíve jó pontszerű csillagot sikerült vele fotózni. Egy másfél perces expozícióval. A menetes szár az egyszerűen kézzel van hajtogatva, előre le lett rajzolva a megfelelő ív, ugye, ami ugye ennek a hosszának ugye megfelelő ív, és akkor kézzel hajtogatva, utána nézve mindig, hogy stimmel-e a vonal mentén, és akkor így sikerült összehozni ezt a dolgot. Jó kínai gyártmányú kis fényképező tartó van rajta, és akkor ugye ugyanúgy bármelyik szögbe ugye lehet fordítani, mint bármelyik másik pajta ajtónál. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Ja, még talán esetleg annyit, hogy állítható a fordulatszáma a motornak, itt van egy kis elektronika, egy potméterrel, de mint kiderült, ha maximális 12 voltot megkapja, akkor pont annyit fordul, amennyit kell, úgyhogy ez 5 perc alatt be is lett állítva a fordulatszám, és onnantól kezdve már nem is kell hozzányúlni.
Ide telepettem egy hangos társasághoz, akik most hirtelen csöndesek lettek, pedig úgy hallottam, hogy távcsövekről beszélgettetek. Miről szólt itt a beszéd? Távcsőmechanikáról és vezérlésről szólt, méghozzá arról, hogy itt látunk egy HEQ5-ös mechanikát, ami át lett alakítva. Mechanikailag föl lett javítva a hajtómű bordás-szíjas hajtás beépítésével, és készült hozzá egy új kézivezérlő, amivel komfortosabbá, kényelmesebbé és okosabbá vált a használata. Erről volt is egy néhány perces kis gyors előadás itt a teremben. Összefoglalnám, hogy mivel tud ez többet és mivel jobb. Egyrészt a mechanikának a járása csendesebb, egyenletesebb, kisebb a periódikus error, periódikus hiba, a vezérlés jóval okosabb, grafikus kijelzővel rendelkezik, a kijelző fűthető, valós idejű órát tartalmaz, nagy kiterjedt adatbázissal rendelkezik, referenciacsillagra állást meg lehet valósítani többek között grafikus menüvel, csillagra való rámutatással, frissíthető a firmware, frissíthető az adatbázisa. Nagyjából ennyi. És van még benne egy-két olyan inicializáló funkció, amivel nagyon gyorsan hatrendbe állítható a távcső. Tehát például beállítjuk a mechanikát úgy, hogy az ellensúlytenger vízszintesen áll, a távcső függőlegesen, ezt egy kis vízmértékkel pontosan meg tudjuk tenni, és ebből a pozícióból indítva gyakorlatilag azonnal vizuális észleléshez megfelelő pontossággal képes pozícionálni. Mondja ezt Butuza Tamás, akinek segített. Berger Gézát. Régóta bajaim voltak az eredeti színszken kézi vezérlővel, mert én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy az arab csillagneveket mindet megtanuljam, és a tengelykereszt betanításához az ég alatt kitelepülésnél mindenképpen kellett a színszken kézi vezérlőhöz az arab csillagneveknek a tudása. És mondtam, hogy ez nem megy, ezen valami módon segíteni kéne. A másik, hogy zörgött nagyon. Éjjel visítottak a fogaskerekekben, nem lehet, ugye holtjáték nélkülire nem lehet beállítani. Ha meg van egy picike foghézag, akkor pedig a fékezéseknél, lassításoknál iszonyú zörgést produkáltak ezek a mechanikák. És hát mondtam Tamásnak, hogy úgyis van egy ilyen kézi vezérlő fejlesztése, a MC3-as nagy tengelykeresztekhez való motorkontrolleréhez. Nem lehetne ezt valahogy betanítani úgy, hogy a szintának a mechanikái, régebbi mechanikáihoz hát egy jobb alternatívát adjanak, mint a kínai. És hát ugye a kínai, nem tudom, 11 néhány gomb az lecsökkent összesen 5 gombra, és ez az 5 gomb sötétben is, és minden körülmények között tökéletesen működve, egy sokkal nagyobb kényelemmel tudja kezelni ezeket a régi mechanikákat, ami sok embernek van, és hát nagyon kedvező áron szerintem egy nagyobb élményhez juthatnak. Ezzel. Minek hívják ezt a dobozkát? Tehát ez egy magyar fejlesztés, ami most már termék, tehát vásárolható. Urza Minor Multi kézivezérlő a neve, illetve hát az átalakító szetnek nem tudom, hogy adtunk-e nevet, annak nincs neve, Perger Gézától rendelhető átalakító szett a fogaskerék készlet. Oké, köszönjük szépen az ismertetőt. A sebességekkel képes. Semmi hangot nem hallasz. Hozzá is érintheted a mikrofont, úgy meg. Csak a léptető motor hang hallatszik, tehát ahogy a Vitex zsizseregnek a léptető motorba, az hallatszik. Most kapcsolja a hangot, ez itt a valóság. Igen, az biztos, de hát az nem baj. Géza mondta, hogy magamtól nem vagyok ennyire hitelrontó. Ezt a gombot, ahogy forgatom, lehet most állítani a sebességet, ott látszik, igen. Az a csík.
Ez a csillagsebesség. Vizuálisan neki mutatja, hogy mennyi a beállított sebesség. Meg számértékileg meg is. Tehát, hogy hányszoros a gyors járat sebesség a csillagsebességnek. Okos fiúk vagytok. Köszönjük. Igyekszünk. Igyekszünk. Magyar iparnak a hírnevét erősbítjük. Hogy kerül egy mazsolett bot egy dobzon távcső közelébe? Miért van ez? Hát a dobzon távcsöveseket onnan lehet felismerni, hogy kényelmesen ülnek a távcsövük mellett, és észlelnek, és néha enyhe szitkokat, a magyar nyelv kötőszavait, azt a B betűset használják, a sal, aki át a malterét, ami összetartja, és itt lent itt rugdossák a távcsövüket, miközben keresik az égi objektumot, lögdesik, forgatják, de hogyha az ember fog egy ilyen gyönyörű, szép mazsolett botot, azt ide behelyezi, akkor gyönyörűen, szép, finom mozdulatokkal, dörzshajtás segítségével gyönyörűen tudja követni az égi objektumokat, miközben észleli a Holdat, a Szaturnuszt, vagy éppen a Jupiter bolygójának a felszíni formációit. Ezáltal nincsen az, hogy a dobzon távcsőben nézünk, akkor nem azt nézzük, hogy hogyan halad ki egy objektum a látómezőn keresztül, hanem szépen kézzel, gyönyörűen tudjuk követni azokat az objektumokat, amit éppen kiválasztottunk magunknak. Ez a készség ez úgy készült, hogy egy tintasugaras nyomutató beadta a lelkét, miután a fiam beleöntött egy fél liter vizet, és ez abból lett kivéve ez a papír továbbító tengely. Papír továbbító tengelynek a két gumi dörzs gyűrűje átletett egy helyre téve, ez egy régi szalagos magnónak, itt látszódik még a bemarás, ami a gumiszalagot, gumi jégpályát továbbította, ez kerül ennek a behelyezésére. Ez a két nagyon bonyolult dolog, ez a NASA fejlesztette arra, hogy a szekrények ne dőljenek le a szekrényről, nálam ledőlnek, mert a távcsővel belett éppen beszerelve, és ebbe egy egyszerű kézmozdulattal behelyezzük, egyesbe tesszük, és innentől szépen, forgatva, mozgatva történik az égi objektumoknak a kényelmes, ülve történő megfigyelése. Ez az ember zseni. Vagy őrült. Vagy egyszerűen csak szeret kényelmesen észlelni. Köszönjük szépen. Hát. Tessék. És a Szent Grál a távcső használat közben, miközben fotózik az ember, az a pólusra, nem a pólusra, a fókuszra állás. Ugye mindenféle Batinov maszkot tesznek rá az emberek, szoftverek vannak hozzá, léptetőmotoros technológiával hajtják, hát a fókuszt egyszer kell az életben megtalálni, és arra, ha már egyszer megtaláltuk, akkor találjuk meg legközelebb, és erre a rendszerre fel van applikálva egy úgynevezett Nonius rendszerű pozíció meghatározás, tehát azt mondom, hogy ha felhelyezem rá a fényképezőgépemet, és simán a primér fókuszba szeretnék fotózni, akkor tudom, hogy -5 van a fényképezőgépnek a fókusz, és innentől megvan a fókusz. Ha felteszem a Barlow lencsét, akkor a Barlow az módosítja, akkor már el kell mennem -4. És innentől jöhet a nemzetközi űrállomás, nincs vele problémám, hogy melyik fókuszponton kell őt megtalálni, és gyönyörűen kézzel levezetve le lehet fotózni ezeket az objektumokat. Dobzon rendszer, így hát nagyon jó vele a magas léptérben haladó repülőgépeknek a fotózása is. És ez a fókuszrendszer, ez nagy könnyedséged. Arra tudom azt, hogy ha 11.000 méteren halad a repülőgép, akkor eljövök -6, és akkor innentől kezdve nincsen problémám azzal, hogy a defókuszálatlanak lesznek a fényképjeim, amikor a laptopon keresztül megtekintem őket, és a siker nem marad el. Nem marad el.